kávéházi randevút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégünket is, Sebestyén Györgyit, a Szekszárdi Óvoda, Bölcsöde és Mini Bölcsöde főigazgatóját. Majdnem azt mondtam, hogy új főigazgatóját, de maga az intézmény is új, úgyhogy mint főigazgató asszony, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket erre a beszélgetésre. Kávézunk és beszélgetünk egy jót. Én is köszönöm a meghívást. És mielőtt még rátérnénk akkor erre az új intézményre, rátérnénk arra, hogy hogyan, milyen állapotban van akár létszámok vagy infrastruktúra szempontjából Szekszárd és a szekszárdi óvodák, bölcsik, mini bölcsik, azért beszélgessünk egy picit arról, hogy hogyan vezet az út a főigazgatói székbe. Több riportalanyommal kapcsolatban elmondtam már, hogy aki ismeri, azt tudja, hogy aki ismeri Önt, azt tudja, hogy szinte egy a neve például a 160 lakásos mögötti Kölcsei óvodával, aminek már x ideje igazgatója, de kezdjük az elején, az óvodai pályával. Jó. Hát úgy gondolom, hogy ez már nekem óvodáskoromban eldőlt. Már óvodáskorban? Jól hallom? Igen, hogy én óvodapedagógus leszek. Azt hiszem, hogy nekem nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Én nagyon-nagyon szerettem óvodába járni. Szekszárdon voltod is? Igen, és tulajdonképpen, hát én szekszárdi lány vagyok, és tulajdonképpen az óvodától végig, tehát tényleg egy nagyon jó közösségi gyermek voltam, nagyon szerettem az óvónéniket, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez meghatározó volt számomra. Én általános iskolában nem is gondolkodtam azon 8. osztályban, én a Garai János énekzenei általános iskolában jártam, úgyhogy ez is egy nagyon jó alap volt. Igen, akartam mondani, énekzene ott már. Igen, az azért fontos volt, és ugye ott mindig van egy ilyen alkalmassági vizsga, úgyhogy nekem ez nagyon testhez álló volt. Nem is volt kérdés, én más nem is jelöltem meg, én a Garai János gimnáziumnak az óvonői szakközépiskolai részét jelöltem meg. Sikeres felvételi, nagyon szerettem a Garai gimibe járni, nagyon jó volt, mert a Garai gimnázium tanárai voltak, ami módszertani tanáraink is, és azért már ez hosszú, tehát előzményei voltak sok-sok éven keresztül, és hát egyenes út vezetett a főiskolára, és hát azt azért el kell mondanom, hogy akik a Garai gimnázium óvonői szakán érettségiztek, nekik a főiskola az, tehát óriási előnnyel indultak. De bocsásson meg, a szavába vágok, a Garai János gimnáziumban volt óvonői szak. Igen. Ekkora volt az érdeklődés. Igen. Abban az időben? Igen, és hát ez egy, akkor még nem sokan végezték el a főiskolát, akkor azért el kell mondani, hogy nagyon jó eredményekkel, tehát nagyon jó tanulók, még az óvónőképzőbe is, tehát magas pontszámokkal mentünk. Zentai András volt az igazgató, Gerse József tanár úr volt az ének, Szakos Bodor Árpád, a vizuális módszertan tanított, és sorolhatnám dr. Kuruc Rózsa, dr. Lakatos Margó, tehát egy olyan szakmai csapat volt a Garai gimnáziumban, hogy nekünk tényleg a főiskola az egy ilyen nagyon jó ismétlés volt, ismétlés a tudás anyja. Egy nagyon érdekes sztori, akkor még más rendszerű volt a felvételi, vittük természetesen az érettségiről a pontszámainkat, tehát az érettségi eredményeit, és szóbeli felvételi volt. Én mind az érettségin a magyar törit jelöltem meg, és a felvételi vizsgán is a magyar töriből felvételiztem, és elérkezett a gólyatábor időpontja, gyülekeztünk itt a főiskola aulájában. Bocsánat, Szekszárdon járunk továbbra. Természetesen Szekszárdi lány, Szekszárdon viszi végig. Szekszárdi lány végig, igen, úgyhogy én nem voltam kollégista. És gyülekeztünk az aulában, az indulás előtt Vaddomboriban volt mindig a gólyatábor a PTN-nek, és hát akkor még kaposvári kihelyezett tagozat volt, és a hangos bemondóba bemondtak két nevet, az egyik az enyém volt, és felhívattak minket a főigazgatónak az irodájába, akkor még a Deli főigazgató úr volt, és a Lukács tanár úr volt a helyettese. Hát el nem tudtam képzelni, hogy mit akarnak tőlünk. Lányal akkor találkoztam, nem szekszárdi lány volt, akkor találkoztam életemben először és utoljára, és tulajdonképpen nekünk felajánlottak egy lehetőséget, mert mindketten, mi voltunk ketten azon az évfolyamon, akik maximum pontszámmal jutottunk be a
a főiskolára, és hát akkoriban ez még így ment, hogy a főiskola ebben részt vehetett, hogy áthelyezéssel, tehát hogy bárhova, ahol a magyar történelem felvételi tantárnak az érdem, vagy a jegyei, ez a pontszám megfelel, oda segítséget adott a diáknak, hogy áthelyezik, akár bölcsész, tehát ott mondták, hogy jogi kar, bölcsész, tehát felsorolták, hogy hova lehet átjelentkezni. Hát én annyira sértőnek éreztem, természetesen nem erőszakkal, csak hogy erre lehetőség van, hát én kikértem magamnak. Tehát nekem ez egy tényleg egy olyan, nem is tudom, egy olyan belső elhatározás, vagy egy olyan érzés, ami ez így végig kísért, és én ott is tartottam magam ehhez, és hát én kitartó voltam. Tehát ezzel azt akarom kifejezni, hogy ami ugye elkezdődött kisgyerekkortól, igen, értem, ez a kitartás és az óvoda pedagógia melletti elhivatottság, ez nekem végig benne volt. Egyébként én tanultam mellette is, de nyilván ez mind az óvoda pedagógiából indult ki. Én az ELTE-n elvégeztem a fejlesztő pedagógus szakot, azt is azért, mert óvodapedagógusként éreztem, hogy mikor visszatértem Gyedről, hogy egyre több az olyan kisgyerek, akinél valamilyen viselkedési, magatartási vagy tanulási probléma észlelhető, és én nagyon büszke vagyok rá, mert nekem az ELTE-n Porkolábné dr. Balogh Katalin volt a tanárom, akinek azért a neve a pedagógia területén egy óriási név. Komoly módszertani munkák készítője. Igen, igen. Például a Kudarc nélkül az iskolában című könyvnek a szerzője, és hát ezt a fejlesztő pedagógiai módszernek a kidolgozását ő indította el. Úgyhogy én nála tanultam 2 éven keresztül, az elsők között vehettem részt ebben a képzésben, és hát az ő személyes kisugárzás, az ő óriási tudás, ez nagyon nagy jelentőséggel bír. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy életre ott megalapozta az én szemléletemet ezzel kapcsolatban. És hát aztán ezt követte, és az is nyilván, hogy az óvoda pedagógiához kapcsolódik. 2003-ban felkérést kaptam a Tolna megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság igazgatójától, és kifejezetten ennek a fejlesztő pedagógiai képesítésnek köszönhettem, hogy felkértek oda a munkatársnak. És hát ott is ugye először fejlesztő pedagógusként, majd elvégeztem a gyógypedagógia tanárképző szakot, tehát én gyógypedagógus tanár is vagyok. És hát ott már akkor a szakértői bizottságnál nem csak korai fejlesztést, hanem diagnosztizáltam is, és tulajdonképpen ott sem váltam el az óvoda pedagógiától, mert tulajdonképpen a megyében a gyermekeknek az iskola érett képességszint vizsgálatait annak a vezetője, illetve annak a tímnek a vezetője én voltam. Én szerveztem, tulajdonképpen statisztikákat készítettem, amiből több publikáció is született, tehát szakdolgozatok, és összefogtam a megyében a fejlesztő pedagógusokat, akik már nem az ELTE-n végezhettek, hanem bármilyen más főiskolán, és azért nekem nagyon sok minden volt a tarsolyomban, akkor már gyakorlatban is, illetve eszközkészlet, olyan eszközök, amiket én készítettem, akkor még nem volt ilyen óriási dömping, hogy tényleg most már a fejlesztő eszközöknek az áradatával találkozhatunk, akkor még ilyen nem volt, nagyon sok saját készítésű eszközünk volt, és tulajdonképpen ezt a tapasztalatot, tudást én megosztottam a megyében a fejlesztő pedagógusokkal, havi szinten találkoztunk, úgyhogy én akkor a szakértői bizottságnál dolgoztam. Bocsásson meg, hogy a szavába vágok, én arra lennék még nagyon-nagyon kíváncsi, hogy amikor valaki óvodáskorban eldönti, hogy óvónő lesz, óvodapedagógus, hogy ezt a szakmát választja, ezt a hivatást, semmi nem téríti el, még a mézes madzag sem, hogy hát lányom, ennyi pontod lett, hát felajánljuk, hogy ilyen életutat jár be, hogy a fejlesztő pedagógia, a kicsit gyógypedagógiaibb vonal. De milyen érzés az, amikor friss diplomásként belép egy terembe, és az van, amit ön óvodásként megálmodott? Az milyen érzés? Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Hát nagyon-nagyon jó. Melyik óvodár volt ez az első? Az első óvoda, ahol dolgoztam, a kórháznak volt a kórházi óvodája. Igen. Az már szó szerint csak a múlt. Igen, igen, teljes mértékig.
én tulajdonképpen ott kezdtem a pályafutásomat, egy igen magas létszámú csoporttal, talán 30-an voltak a csoportban, akkor még rengeteg gyerek volt. Hát ez egy nagyon jó érzés, és beszélgetni szoktunk a kolléganőkkel erről, hogy azért mi sokkal, nyilván, hogy én szakközépiskolában is végeztem, tehát nekem ott 6 év gyakorlatom volt, és amíg ismerkedhettem ezzel a szakmával, de mi nagyon, tehát mi jóval határozottabban indultunk el ezen az úton, mint a mai gyakornokok, és itt azért el kell mondjam azt, hogy nagyon érdekes, hogy az óvodapedagógusok között is látjuk azt, hogy akinek óvónő az édesanyja, hogy ő azért, mintha már a magzati korban magába tudná szívni ezeket a képességeket, készségeket, mert ők is másképp indulnak neki ennek a pályának, viszont az én vezetői gyakorlatomnak egy nagyon-nagyon fontos része az ebben az elmúlt 15 évben, hogy mi a fiatalokat nagyon erőst mentoráljuk, segítjük őket, támogatjuk őket, és tudom, hogy nagyon sok intézmény fél attól, hogy egy pályakezdőt felvenni és elkezdeni vele a szakmának az átadását, és azt, hogy őt belesegítsük ebbe a munkafolyamatba, de nálunk annyira jól kiépült ez a támogató rendszer, és a gyakorlatban is segítjük őket, hospitálásokat biztosítunk számukra, beülhetnek a tapasztalt idősebb kolléganőkhöz, ott végignézhetnek több délelőttöt is. Nyilván ezt már a jogszabály is előírja, de nálunk ez már akkor is élő gyakorlat volt, és jó gyakorlat volt, amikor még nem kellett gyakornoki szabályzatot írni. Úgyhogy mi ettől nem vagyunk megijedve, nagyon ügyesen fel... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nagyon ügyesen felkészítjük a fiatal kollégákat, és úgy gondolom, hogy ez az attitűd és ez a befogadó szemlélet nagyon sokat jelent, mert nálunk nagyon gyorsan beilleszkednek, és átveszik azt a példát, azt a mintát, amit az idősebb kollégák tudnak nyújtani, és hát mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy nálunk nagyon több gyakornok, nem is egy, szinte a 80%-a a gyakornokainknak 100%-os gyakornoki vizsgát tett, ami úgy gondolom, hogy ritkaság, de úgy az elméletben, mint ahogy a gyakorlatban tényleg nagyon megalapozzuk az ő jövőjüket, és felkészítjük őket erre a vizsgára, és nyilván ez a folyamat már azt is magával hozza, hogy az óvónői pályára is, és óriási lendülettel indulnak neki. Úgy gondolom, hogy minden ezen múlik, hogy az a kollektíva, ami őket körbeveszi, az mennyire pozitív, és mit ad nekik. Akkor már mondjuk ki, ugye már a Kölcsey-óviban járunk, mert említette, hogy amikor vezető lett, és akkor a mentorálást azt kiváltképpen céljuknak tartották, akkor nézzük meg, hogy hogyan került be a Kölcsey-óviba, ugye, amivel gyakorlatilag, ahogy a beszélgetésen én is utaltam rá, szinte összeforrt a neve. Igen, most helyesbítek egy kicsit, mert ez a Szekszárdi Egyes Számú Óvoda Kindergarten, amihez tartozik a Kölcsey épület, a Vosinszky épület és a Bajcsi épület. Tehát ez a három épület egy intézmény. Tény, hogy a Kölcsey épületben van a székhely, és ezért inkább azzal hozzák össze. De 15 éve, amikor én ebbe az intézménybe kerültem vezetőként, akkor az egyik fő célkitűzésem az volt, hogy ezt a három épületet teljesen egy intézménnyé tenni, mert azért valamilyen szintű elszeparálódás volt. Tehát megvolt a Kölcseinek a kis nevelőtestülete, megvolt a Vosinszky, ráadásul a Vosinszky épületben 4 csoport német nemzetiségi, tehát ott egy icipicit az alapfeladat is ugye már kibővült a német nemzetiségi neveléssel, és aztán volt a Bajcsi épület a Fasorban, akik szintén egy icipicit ugye elszeparálódtak, és nagyon-nagyon örülök, mert kolléganőim szokták ezt megerősíteni, hogy hát ez nagyon jól sikerült nekünk. És néhány éven belül úgy gondolom, hogy egy egységes intézményt sikerült létrehozni. Már nem is tekintjük azt, és nem is tekintettük azt, hogy Bajcsi, Vosinszky, Kölcsey, tehát mi egy szakmai közösségként dolgoztunk, egy pedagógiai programmal, illetve hát még mindig mondom, hogy dolgozunk, mert tulajdonképpen én ugye augusztus 1-jével leszek főigazgatója ennek az egyesült intézménynek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy óriási érdem, és ez egy nagyon nagy pozitívum,
hogy a szakmai munkában is, a munkaközösségek tevékenységei során is teljesen keveredett a közösség, és együtt dolgoztunk. És ha fogalmazhatok így, akkor van 15 év szakmai gyakorlata. Igen, vezetőként. Így van, igen. Így van. Ezt csak igen. Azért mondom, mert ugye az obodához, ami nekem is csak kölcsönjogi, mint minden szexárnak, ugye tartozik ez a három telephely. Ennek van egy ugye ön is mondta, hogy volt egy ilyen tagoltság, egy ilyen kvázi külön profilja, már csak a nevelőtestületből adódóan is. Ezt sikerült egységesíteni, a kollégák elismerték, hogy sikerült igen. egységesíteni, és most itt van ez a nagy falat, ez a nagyobb falat. Ugye a szexárdi óvoda, bölcsőde és mini bölcsőde, ami aztán tényleg sok telephelyből áll, és amit itt ön is utalt rá, hogy augusztus 1-től főigazgatója lesz. Igen. No, hát akkor térjünk rá erre a témakörre, azért ez egy egészen elképesztő feladat. Na, gondolom én, mint laikus, jól gondolom? Hát biztosan nagy feladat lesz, és nagyon sok munkával jár, és valószínű, hogy nagyon sokat kell azért tenni és dolgozni, hogy az, amit én már egyszer kipróbáltam, és jól bevált, és jó gyakorlat lett, hogy ez az egyesült, egységes működés, ami nem azt jelenti, hogy arculatban, specialitásokban, az óvónők elképzeléseiben nem lehet különbség, mert hogyha csak azt nézzük, hogy a Wosinski épületben német nemzetiségi csoport működik, tehát azért ez nyilván, hogy sok mindenben különbözik. És a szexárdi egyes számú óvodában is eddig is a Bajcsinak is megvolt a specialitása, a sajátosságai, az egyedi arculata a Wosinski épületnek is, és a Kölcsei épületnek is. Mégis a vezérelvek és a cél, aminek a elérés ott a végeredmény, az ugyanaz és azonos. De az, hogy ez ki milyen színvilággal, milyen módszerekkel, milyen kreatív ötletekkel éri el, az már annak az épületnek lesz a sajátosság és a feladata. Tehát az intézmények kvázi szabadsága és az intézmények profilja, amitől valami Mérejov is, valami Wosinski-ov is, valami Kölcsei-ov is, ez megmarad. Az teljesen mi a vezérel, mi a vége? Mi az az egység, mi az a gömb, a búra, amire ön azt mondja, hogy igen, én ezt akarom, és ezt akartam, és ez van. Igen. Hát ugye a mi munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza meg, tehát itt tulajdonképpen azt követnünk kell. Tehát ez az, amitől senki nem térhet el, illetve azok a jogszabályok, azok a központi elvárások, rendeletek, amelyek alapján mi dolgozunk. Tehát ebben eltérés nincs. De most az, hogy ez ki például a Boldog Óvoda programmal közelíti meg, ki a Porkolábné fejlesztő programjával, hogy beviszi ezt a komplex mozgásfejlesztést a csoportjában, ez nyilván az óvodapedagógus igényeitől, végzettségétől, hogy ő miben találja meg önmagát a legjobban, például a Mérei óvodában, épp tegnap beszéltem egy kolléganővel, hogy ő nagyon a magyar hagyományokra, erre a magyar hagyományrendszerre szeretné finomítani a Méreinek az arculatát, tehát ebben szabad kezet kap mindenki, hisz ettől leszünk sokszínűek, ettől leszünk változatosak, és ez alapján tudnak majd a szülők választani, és hát én nagyon-nagyon szeretném, hogy minden épület fontos lehessen. Ne történhessen meg az, ami eddig megtörténhetett, hogy tényleg a hegyről, tehát a Mérei környékéről, mert azért voltak a múltban, sok-sok éve elment így, hogy levonultak ide a családok. Mint ahogy ugye az előzetes beszélgetésben is erről már szó volt. Igen. Úgy fogalmazott talán a sajtóban, hogy egészségtelen versengés. Ez így van. És hát ezt azért el kell mondjam, hogy a szexárdi egyes számú óvoda az az intézmény, amit én eddig vezettem, mi nyilván nagyon nagy előnyt élveztünk. Azért is, mert a városközpontban helyezkedünk el, és hogyha a hegyről lejönnek a szülők ide dolgozni, akkor nyilván itt nem volt neki probléma, hogy egy városközponti óvodába a gyermekét bevigye, de azt azért el kell mondjam, hogy a városban a
Nekünk, a Szekszárdi Egyeszámú Óvodának van a leges, legkisebb óvodási körzete. Mégis ugye a munkahelyek, közelsége, tehát ez azért megemelte nálunk a beiratkozók számát. De hogy azért ne legyek ennyire szerény, azért azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy nálunk a pedagógiai munka színvonalát azt nagyon elismerik a családok. És hogyha erre is mondhatok egy példát, ami nekem nagyon melengeti a szívemet most már néhány hete. Elköltözik tőlünk egy család, a kisfiú Budapestre kerül, és ott fog iskolába járni. Tehát nem csak azért mennek el, mert iskolás lesz, elköltöznek Budapestre. És az anyuka az utolsó napon bejött hozzám az irodába, és hogy tőlem is elköszönjön, és hát tényleg nagyon-nagyon szép mondatok a kollégákról, az óvodáról, és hát amit úgy kiemelnék, először nem is igazán értettem, azt mondta, hogy Györgyi, nekünk olyan volt ide járni, minthogyha magánóvodába járnánk. És akkor úgy csak néztem, mert mi egy állami intézmény vagyunk, és aztán ő nagyon szépen kifejtette. Mondjuk ez érdekes, hogy azért így teszünk különbséget állami és magánóvoda között, de ezt is tudjuk, hogy nyilván, hogy ez miért lehet. Azt mondta, hogy itt mindig kedves mindenki, itt mindig mosolyog mindenki, itt látszik, hogy a szakmai közösség és az alkalmazotti közösség mindig békés, jól érzi magát, hogy itt mindig jó a hangulat, és mindig szeretettel közeledtek minden gyermek felé. És ez nekem egy vezetőnek, mert ugye azért legyünk őszinték, hogy a vezető kapja a legkevesebb elismerést, mert ül az irodájában, és onnan irányítja az intézményt, és ott dolgozik. És nyilván, amikor ő belép a gyermekek és a pedagógusok közösségébe, akkor már nincs ott szülő. Tehát ez nekem vezetőként egy óriási elismerés volt, még akkor is, hogyha magánóvoda, tehát ez is úgy elhangzott, mert ez egyértelműen azt jelzi, és az anyuka még ezt is hozzátette, hogy a szülőknek a döntő többsége így érzi. Tehát ez azért egy óriási dolog, úgy gondolom. Nem sok időnk maradt. Én napokig el tudnám hallgatni ezeket a szép sztorikat, mert azért biztos, hogy van még bőven. De akkor egy picit, még egy nagyon picit hámozzuk meg ezt a nagy intézmény monstrumot. Milyen intézményekből áll ez most, amiket összevontak? Három intézmény részből áll össze. Ugye akkor, amiről már eddig szó volt, az általam vezetett intézmény, a Szekszárdi Egyeszámú Óvoda. Itt is lesz a székhely egyébként. A Kölcsey lakótelep 15, mert a másik két intézmény ebbe az intézménybe olvad be, a kettes számú óvoda és bölcsöde, illetve a gyermeklánc óvoda. És tulajdonképpen minden változás nagyon nehéz, és valahol érthető is, hogy nem volt váratlan, mert ez már évek óta a levegőben volt, hogy valamit itt tenni kell. Kérdésem is lett volna, megelőzött már, kezd megelőzni egy gondolattal, de kérdésem is Elnézést. Lett volna. Semmi baj. Legkiváló riportalany, aki ugye már fejti fel, hogy mi indokolja ezt. Tehát jött volna a kérdésem, hogy mi indokolja, és ebben már ott lapult az, hogy a gyermek létszám. Igen. Egy 10 éves intervallumot, ha megnézünk, hogy alakult a szekszárdi óvisok, bölcsisek létszáma? Hát most nem akarok számokat, mert nem biztos, hogy pontosan idézném, de 10 év alatt körülbelül az egyharmadával csökkent. Azt viszont pontosan tudom, hogy most 2023. októberi statisztikák alapján 214 gyermekkel volt kevesebb Szekszárd város által fenntartott intézményekben, mint amennyi a férőhely. Tehát még nem is volt 70% sem a feltöltöttségi arány. Tehát ez nagyon-nagyon rossz. És itt azért nagyon fontos azt is megemlíteni, tehát egyszer az, hogy jóval kevesebb gyermek volt, sok üres férőhely maradt, a csoporteloszlások nagyon aránytalanul alakultak, mert amíg voltak olyan csoportok, például a Kölcsey Wosinski épületben, ahol 24-25 fős csoport létszámokkal dolgoztak az óvónők, más intézményekben, más épületekben, csoportokban 12-13 fővel működtek csoportok. Apropó, jó is, hogy megemlíti a munkát, meg a dolgozás szót, dolgozás fogalmát. Ugye ilyen hatalmas strukturális átalakításoknál és összevonásoknál
elő szokott fordulni az, hogy ugye kollégákra szükség van még, vagy nincs szükség. Mi a helyzet ezen a területen? Mindenki marad? Marad a létszám, vagy még egyáltalán hiány is van szakemberből? Hiány, igen. Úgyhogy senkit, tehát itt leépítésről szó nincs. Itt senkit nem kellett leépíteni. Aki a saját döntése alapján távozott, arányaiban ez nem ez a döntő, de még pedagógusokat kellett felvegyünk. Tehát itt nincs szó arról, hogy valakinek emiatt, az egyesülés miatt el kellett volna hagyni a munkahelyét. És akkor említette még itt többször említette a jó gyakorlat fogalmát. Annyit súgok itt a kedves nézőknek, hogy a sajtóban megjelent egy nyilatkozat, hogy nem csak egy olyan programot találnak ki, és akkor tényleg lezárom a beszélgetést, hanem bizony a szakemberképzőt is. A mentoráltsággal, a mentorálással itt már utalt rá, hogy egy úton elindultak még jóval ez az összevonás előtt, de talán zárt témaként említsük meg ezt, hogy önök is látják, hogy óvodapedagógus, óvónő nem sok van, és erre kitalált egy programot. Igen, gondolom, hogy a jó óvónőnek lenni programra gondol. Így van, arra gondolok. Igen, valószínű, hogy ez is az én kezdeti indítatásom, hogy mennyire jó az, amikor már fiatal korban esetleg találkozunk egy hivatással, úgyhogy bele is tekinthetünk, és hogy minél fiatalabban. És hát én ezzel a programmal tulajdonképpen a Szekszárdváros középiskoláit szeretném megcélozni, és én nagyon bízom benne, hogy itt az igazgatók partnerek lesznek ebben. Tulajdonképpen a 10-11-es osztályokat, ugye 12-ben már nem érnek rá, és akkor már egy kialakult döntés azért nyilván már körvonalazódott. Viszont 10-ben, 11-ben úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség az, hogy tehát vendégül látjuk őket az óvodában, egy-egy csoportban, és egy teljes délelőttöt végignézhetnek. És nyilván ott szembesülhetnek azzal, hogy az óvodapedagógia az nem egy gyermekmegőrzés, hanem ez egy nagyon tudatosan felépített, tervszerű pedagógiai munka. Mindig kicsikar még egy kérdést, akkor tényleg ez lesz a zárkérdés. Mi a magyar óvoda sajátossága? Kérdezem ezt Szekszárdon, Tolna vármegyében, ami a magyar óvodarendszer 19. századi egyik bölcsője. Igen, hát nagyon-nagyon sok mindent itt fel lehetne sorolni. Nyilván, hogy azok a szakemberek, mint ahogy az interjú előtt beszéltünk, ugye Brunswick Terézről is, és a magyar óvodapedagógiai gyökerei nagyon mélyre nyúlnak, és hát ugye a Kodály módszert kell megemlíteni, igen, amit Forrai Katalin, még Kodály Zoltánnal együtt dolgozott ki. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat kapott ez a város Gró Ilonától, aki a Ringatót alapította meg, és most már nem csak Magyarországon, hanem Európában is híres ez a Ringatója, mert ő itt, nekem is tanárom volt még itt a főiskolán. Tehát úgy gondolom, hogy a magyar óvoda pedagógiai módszerek, ezek még ma is teljesen egyedülállóak, és erre nagyon kell, hogy vigyázzunk, és nem szabad hagynunk, hogy ez felhiguljon. És ezért mi tehetünk? Tehát nyilván, hogy az idősebb generációk, a tapasztaltabb óvodapedagógusok, hogy ez így is maradjon, fenn is maradjon, és így vigyük tovább. Úgyhogy ez legyen az árszó. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a beszélgetést. A kedves nézőknek pedig nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, a Kávéházi Rendezvút látták, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra.